Fölényes győzelmet aratott a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata az OAM Ózdi KC ellen lejátszott hazai felkészülési mérkőzésen. A január 30-ai találkozó első perceiben együtt haladtak a csapatok, majd az MKC fokozatosan meglépett ellenfelétől. Együttesünk 7 perc után 5-3-ra, 20 perc elteltével pedig már 12-6-ra vezetett. Kéziseink a kiváló védekezés mellett elől is gyorsan és pontosan játszottak, ennek köszönhetően a szünetre 16-11-es előnnyel vonulhattak. Fordulás után a vendégek kezdtek jobban, és egy 4-2-es sorozatnak köszönhetően 5 perc alatt feljöttek 18-15-re. A folytatásban újra elkapták a fonalat Drizner Péter tanítványai, és ismét nőni kezdett a különbség a felek között. Együttesünk védekezése alaposan feljavult, az MKC mindössze 5 gólt kapott az utolsó 15 percben, miközben elől a támadásokat döntő részben sikerült góllal befejezni. Csapatunk a záró negyed órában 11 találatot szerzett, így összességében Fölényes 10 gólos győzelmet aratott. Játékosaink közül Padla és Zelei volt a legeredményesebb 5-5 találattal. A végeredmény Mezőkövesdi KC, UAM Ózdi KC 33-23. A második játékrészben pályára lépett együttesünk új kaposa, Pásztor Imre. A hálóőr a Szeged korosztályos és felnőtt csapataiban pallírozódott, majd egy évre Balmazújvárosba került, ahonnan Mezőkövesdre igazolt. A 21 éves játékos a korosztályos válogatottak mellett meghívót kapott a magyar B-válogatottba is. Tehetségét már az Ózd elleni mérkőzésen is bizonyította, hiszen több távoli lövést és zicsert is hárított. Az MKC hétvégén megkezdi szereplését az NB1B-s bajnokság tavaszi szezonjában. Kéziseink február 3-án szombaton 18 órakor a Mizse KC vendégeként lépnek parketre.